A szegény vándorlegény Magyar népmese Egyszer volt, hol nem volt, Volt egyszer egy szegény asszony. A szegény asszonynak volt két fiacskája. Igen szerette az asszony, Dédelgette őket, Egyiket jobban, mint a másikat. Mire már oda nevelkedtek volna, Hogy legénysorba számítottak, Azt mondja a nagyobbiknak a szegény asszony. – Hallod, e édes fiam, elmehetnél világot próbálni, hiszen benne vagy már az időben. Hát, ha valami szerencsével jársz. Nem bánom, édesanyám, süssönkent hamuban pogácsát, aztán elindulok. Meg is tette az asszony, sütött pogácsát, aztán a fiú el is indult. Ment, mendegélt, Hát, ahogy beért egy nagy erdőbe, Uram, teremtőm, mit talált, mint egy oroszlán vermet? Egy kicsit megfélem lett a fiú, de azt gondolta. Ej, mégiscsak bemegyek, aztán szétnézek. Avval bement az oroszlán verembe. Hát úgy lehasalt előtte mind az oroszlán, hogy szinte kezes bárányok lettek. Nem bántották a fiút, mert, mondjuk meg az igazat, igen jó fiúcska volt. Ő maga is meghúzódott egy sarokban, aztán megaludt ott azon az éjszakán. Másnap reggel, ahogy indulna útnak, azt mondja a legvénebbik oroszlán neki. Hallod-e, jó barát? Várj egy kicsit! Ne menj el! No még ilyet! Hát te emberi hangon tudsz beszélni? Azon hát! Itt van a fülemből egy kis szőrszál. Neked adom, tedd el emlékbe, De jól őrizd, mert szükséged lehet rá. Elbúcsúzott a fiú az oroszlánoktól, Aztán indult tovább. Alig, hogy kiért az erdőből, Egy nagy mocsár, lábféle, náda, sásas áll előtte. Uram, teremtőm, most már hova menjek? Merre menjek? forgolódik maga körül. Előtte is, mögötte is mocsár van. Megállt a fiú, gondolkozott egy kicsit. Eszébe jutott, hogy az oroszlán adott neki egy szőrszálat. Azt mondja. No, nem is gondoltam, hogy ilyen hamar szükség lesz rá, de azért csak próbáljuk ki. Ahogy kiveszi a szőrszálat a zsebéből, az abban a pillanatban olyan kék lángnak vált, amilyet ő még soha nem látott maga se akart hinni a szemének. Ki is ugrott mindjárt a kezéből, aztán hozzá fogott előtte menni. Úgy felszárította végig a mocsarat, hogy száraz lábbal mehetett át a fiú. Mikor átért a túlsó oldalra, újra visszaugrott a tenyerébe a szőrszál. A fiú meg eltette a zsebébe, aztán ment tovább. Ment, mendegélt, beért megint egy másik, igen-igen nagy erdőbe. Ott olyan sötétség volt, hogy bizony már ő maga se tudta, jobbra menjene, vagy balra. Ahogy nézeget körül, forgolódik, meglát egy kis fényességet. Gondolta magában, elindulok ennek a fényességnek az irányába, majd meglátom, hova vezet. El is indult, ment, mendegélt. De bizony, ahogy haladt, a fényesség is úgy távolodott semmiféleképpen sem ért oda, ahol a fény volt. Úgy gondolta, majd csak nyomára jár, majd csak kivilágosodik. De bizony mennél tovább ment, annál sötétebb lett, a fény meg csak ott tündökölt előtte. Ahogy megy, mendegél, hát egyszer mit vesz észre? Se jobbra, se balra nem tud mozdulni. Nagy őrsziklák közé került. Siránkozik magában. Jaj, Istenem, teremtőm, hát most mit évő legyek, merre menjek. Se a fényt nem látom tovább, se jobbra, se balra fordulni nem tudok. Összezárult körülöttem a szikla. Akkor valami hangot hallott. Kérdez meg engem. Kibeszél hozzám. Akkor jutott eszébe, hogy ez nem lehet más, mint a zsebébe tett szőrszál. Hamar elővette, s lássatok csodát! Az hatalmas nagy fejszének változott. Az a fejsze meg úgy kezdte két oldalt vagdalni a sziklát, hogy a fiúnak még a hajszálas se görbült. Mehetett nyugodtan az úton. Mikor kiért a szikla közül, maga sem tudta, hol van. Gyönyörű világos kertbe ért, arancsengők csengettyűztek körülötte. A fejsze megfordult, visszaugrott a fiú tenyerébe, Visszaváltozott a gyönyörűséges szép nagy kertnek a közepébe. Olyan virágokat még soha életében nem látott, mint amilyenek ott virítottak. Én még ilyen csodavirágokat sose láttam gondolta magában. De meg is szagolom ugyan milyen lehet az illatuk? Ahogy szagolni akarta, egy szép kis béka bújt ki a virág alól, és megszólalt. Adj is te jó napot, vándorlegény! Merről? Honnan kerültél ide? A fiú csak nézett magán körül. Vajon kiszólította meg őt? Ahogy megpillantotta a kis békát, mindjárt a tenyerére vette, simogatni kezdte. Azt mondja a kis béka. No, amiért megsimogattál, gyere, adok neked egy szál virágot. Hamar le is törte a kis béka a virágot, odaadta a fiúnak. A fiú meg a kalapjába tette. Úgy gondolta, most már nem vándorol egyedül. Ez lesz az ő utitársa. Indult volna tovább, de megint megszólította a kis béka. Ne hagyj itt, vándorlegény! Vigyél magaddal! Olyan hűtlen vagy hozzám, pedig igen jó volna egy kicsit vándorolni. Jaj, te szerít kis béka! Hát ugyan hova vigyelek? Merre vigyelek én téged? Arra vigyél, amerre te még? Nem tudott a fiú ellenállni. Zsebébe tette a szőrszám elé a kis békát. Avval elindult megint. Ment, mendegélt. Egyszer elért újra egy nagy erdőbe. Talált egy kis házacskát. No, azt mondja, éjszakára bemegyünk ide. Megpihenünk, meghálunk. Benyitotta a fiú az ajtót, hát ki találott, mint egy öreg asszonyt. Adj is te jó estét, édes öreganyám, köszöntötte tisztességgel. Adj isten neked is, édes fiam. Mi áradban vagy erre, ahol a madár se jár? Szerencsét jöttem próbálni öreganyám. Noha! Szerencsét, hogy öreganyádnak szólítottál, mert másképp a kutya itta volna meg a véredet. No, de amiért ilyen szépen megszólítottál, Ülj az asztalhoz, adok neked jó vacsorát. Nem mondotta magának kétszer a fiú, hamar asztalhoz ült. Az öreganyó elővette egy nagy tálat abból adott neki aludt tejet. Ahogy hozzáfog a fiú az evéshez, megmoccan a kis béka a zsebében, és azt mondja. Éhes vagyok, éhes vagyok, éhes vagyok! Háromszor is elmondta egymás után. Nem tudott mit tenni a szegény fiú, mint hogy az aludt tejet a zsebébe a kisbékának, mondván. No, ha éhes vagy, hát egyél! Mikor megette a fiú az aludt tejet, megszólalt megint az öreganyú. No, édes fiam, tudom, fáradt is vagy, álmos is vagy, vetek neked ágyat! Ha megvetné, öreganyám, megköszönném szépen! Jól van, édes fiam! fogta magát az öregasszony, megvetette az ágyat, a fiú lefeküdt alig szunyókált el, hirtelen felriadt, mozdulna, de nem tud. Úgy érezte, mintha nem egyedül feküdne az ágyon. Tapogat maga körül, hát valaki fekszik mellette. – Ej, ha! – sötét volt, kezdett félni a fiú, hogy talán az öreg öregasszony bújt mellé. – Mit tegyek, Istenem, teremtőm? Ki fekszik itt mellettem? Eszébe jutott az oroszlán szőr. Hamar kikapta a zsebéből, aztán megfordította háromszor. Rögtön egy mécsessé vált a kezében. Végig világítja az ágyat. Hát látja, hogy nem is az öreg asszony feküdt mellette, hanem egy gyönyörűséges, szép aranyhajú lány. Ej, ha! Hát te honnan kerültél ide? De a lány gyorsan befogta a fiúnak a száját. Úgy súgta neki. Egyet se szólj, csendben légy. Hallgass, várd ki a végét. Nem is szólt a fiú többet, majd sokára el is aludt nagy örömmel, hogy ő mellette egy aranyhajú lány fekszik. De még álmában is azon gondolkozott, hogy mi lesz reggel. Hát, ha nem is igaz ez, csak álmodja. No, majd aztán reggel felé, amikor a fiú kinyitja a szemét, tapogat maga körül, keresget, de bizony nem volt mellette senki azt mondja. – Ej, hát biztosan álmodtam az egészet. Avval nyúl a zsebébe, hát ott volt a kis béka, meg a szőrszál. Belenyugodott, hogy csak álmodta a lányt. Nem is szólt az öregasszonynak róla semmit. Majd aztán reggel azt mondja a fiú. – No, de most már el is mennék, édes öreganyám. – Ne menj csak te sehová! megalhatol még itt egy-két éjszakát. Ilyen hosszú vándorút után kell a pihenés, meg volna egy kérésem is hozzád. Látod, szegény, szerencsétlen öreg asszony vagyok, aztán fám egy szál sincs a tűzre. Rám jön a nagy tél, nem fogok tudni, mivel fűteni kimehetnél az erdőre, vághatnál egy kis fát nekem, vagy pedig szedegethetnél egy kis rőzsét. A fiú megígérte. Nem bánom, öreg anyám, maradok még egy nap, készítek magának egy kis téli tüzelőt. Kiment a fiú az erdőbe, hozzá fogott vagdalni a fát. De csodák csodája, ami forgácsa fából kiesett, az mind aranyá változott. – Ez már több a soknál! – gondolja a fiú. – Ez már nem álom, hanem valóság! De azért csak dolgozott tovább. Mire négy fát kivágott, volt neki egy kosár aranya. – Na most mit tegyek ebben a forgáccsal? – töprengett. Megszólal a zsebében a kis béka. – Vidd el az öreg anyónak, és mondd, hogy behoztad a forgácsot a tűzde. A fiú úgy is cselekedett. Azt mondja az anyónak: No, öreganyám, fát vágtam elegendőt, rakásba is raktam. Ezt a forgácsot meg behoztam öreganyónak, hogy tüzeljem vele. Nézi az öregasszony, egyszer csak megszólal. Ej, hey, ha! Hát téged meg kiküldött ide? Hiszen ez nem forgács, hanem minden darabja, színarany. No, édes, fiam, most már tudom, hogy téged a véletlen szerencse vezetett hozzám. Terád várok már igen régen, Ér rám, édes öreganyám, hiszen azt se tudta, hogy a világon vagyok. Megálmodtam én azt, édes fiam még tizennyolc éves koromban. Akkor mondja meg nekem, édes öreganyám, hogy mire fog változni az életem sora. Várj, édes fiam, mindennek eljön az ideje. No, vacsorára már nem aludt adott a fiúnak, hanem tizenkét pújkát rántott ki neki. Jól lakott a fiú, de néha-néha azért a zsebbe is lökött a kis békának. Végül az öregasszony ágyat vetett. Most sejjen paplannal takarta be a fiút. Az el is aludt hamar. Gondolta, majd újra jelentkezni fog az álma. Az öregasszony ébresztette fel. Azt mondja neki. Ébredj, édes fiam, hiszen már így is többet aludtál a kelleténél. Felugrik a fiú, keresi a békát, Hát a zsebében nincsen semmi. Hű, megvakarta álma fejét, aztán így szólt. Édes öreganyám, baj van? Mi baj lehet, édes fiam? Ekkor a fiú elmondta a titkát az öregasszonynak. Azt mondja az öregasszony. Jól tetted, fiam, hogy elmondtad. Kár lett volna tagadni. De ha már így van... Én is elmondom neked a titkomat. Kiment a fiú az öreganyóval. No, azt mondja, nézz széjjel! Mit látsz? Néz a fiú jobbra is, balra is, de nem látott semmit. No, ha nem látsz semmit, akkor eredj be! Aludj még egyet! Be is ment a fiú, lefeküdt. De bizony aludni nem tudott. Bántotta, hova is tűnhetett el a kis béka. Megint szól az öreg asszony. Gyere ki, édes fiam, nézzél széjjel, mit látsz? Néz a fiú jobbra is, balra is, előre is, hátra is. Hát, uram, teremtőm, ahogy az égre emeli szemét, látja, hogy az a gyönyörűséges szép csipkerózsaszál, szál, amit a kis béka adott neki, a levegőben repül. Jaj, Istenem, kiáltott föl, hiszen az a rózsa az enyém. Látod, fiam, erre vártam én Téd az a szár rózsa, az enyém öreganyám, hát azt bizony, elhagytad favágás közben. Igen, öreganyám, aztán el is feledkeztem róla de várj csak, nézd még egy kicsit széjjel. Jaj, öreg anyám, mit látok? Azokat az oroszlánokat, amelyekkel vándorlásom elején találkoztam. Azok adták nekem ezt a szőrszálat. Látod, édes fiam, erről se beszéltél, pedig ez volt az első jel. Ekkorra oda is értek az oroszlánok. Mikor meglátták a fiút, mindegyik térdet hajtott előtte. Aztán bementek a palotába, mert az öreg asszony kunyhója helyén egy gyönyörűséges, szép palota állott. Ahogy beléptek, a fiúnak eszébe jutott a kis béka. Azt mondja, ez eddig rendben lenne, de hol a kis béka? Öreg anyám, a kis béka még nem jelentkezett. Várjál sorsára, Édes fiam, megvan a rózsád. Azt sem tudom, hol van öreganyám. No, csak nyújjál a kalapodba, ahonnan elhagytad. Az ugyanott van. Avval benyúl a fiú a kalapjába, kiveszi a szál piros rózsát, megszagolja. Erre meghagyja a fejét a rózsa, és azt mondja neki. – Csókolj meg, vándorlegény! Megcsókolta a fiú a rózsát. Hát látja, hogy a rózsa közepében ott van a kis béka. No, azt mondja, csak hogy te is meg vagy végre. Ekkor megszólal a zsebében a szőrszál. Édes gazdám, én rólam elfeledkeztél? Benyúl a zsebébe a fiú, kiveszi a szőrszálat, azt mondja. No, te veled mit csináljak? Megsimogatta háromszor, Hát abban a pillanatban Leugrott a tenyeréről a szőrszál, S egy jóképű szolga legény vált belőle. Meghajolt a fiú előtt, S így szólt, Mit parancsolsz, édes gazdám? Minden parancsodat teljesítem. Ahogy körülnézett, Már mind körülött álltak az oroszlánok, Már mind a szolgája volt. A legidősebb oroszlán csak várt. Ekkor, azt mondja a fiú. De hát hol vagyok? Hova kerültem? Téged kérdezlek meg, kisbéka. hiszen te vagy nekem a legkedvesebb utitársam. Megszólalt a kisbéka. No, hisz engem kérdezhetsz. Elfeledkeztél rólam? Elhagytál? Hogy hagytalak volna? Hisz téged kerestelek. Az az egy piros rózsa a hajam szála volt. Azt elhagytad, ezért még meglakolsz. – Ne bánts engem, kis béka! – Nem bántlak, ha egyszer-kétszer megcsókolsz. – Téged? – Nem is a váci püspököt. Ha szeretsz, akkor igazán megcsókolhatsz. Nem volt mit tenni, hogy megengesztelődjön a béka, megcsókolta kétszer-háromszor. Azon vette magát észre, hogy nem is a kis békát csókolgatja, hanem egy gyönyörű, szép, aranyhajú király kisasszonyt. De már ekkor egy hatalmas királyi trón előtt állt. Hol az öreg asszony? Hát bizony, az öreg asszony a trónon ült. A legöregebb oroszlán nem volt más, mint a király. Az a gyönyörűséges szép lányka meg, az egyetlen lánykájuk volt. Volt még nekik egy fiacskájuk, de hogy hova lett, azt még ők sem tudták. Elmondták a történetét a fiúnak. Édes fiam, nem csak ez az egy gyermekünk volt nekünk. Volt egy fiunk is, de egy gonosz boszorkány elrabolta. Akár merre keressük, a nyomát sem találjuk. Nincs senki, aki tudna róla. Hely, megvakarja a fiú a fejét, aztán azt mondja. Enye, no, felséges királyom, én tudok a kis kisfiú létezéséről. Komolyan mondod, akkor téged csak ugyan a véletlen szerencse küldött ide. Ugyan hol van, mondd! Azt mondja a fiú. Felséges királyom, én ezt csak úgy mondom el, ha az édesanyámnak semmi bántódása nem lesz. No, 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 édes fiam, csak nem a te édesanyád a boszorkány. Nem felséges királyatyám, az én édesanyám a jóságok jósága. Hát akkor mondjad már, hogy került hozzátok a fiam? Úgy, hogy egyszer édesanyám elment rőzsét szedni, és egy csepp pólyás gyereket talált a fű között. Kis pólyás gyereket? Azt! Akkor az nem lehet más, mint az én kis fiacskám. A gonosz boszorkány ellopta. Nem, édes öreganyám, egy nagy sas ejtette ki a karmai közül a fiúcskát. Aztán édesanyám hazahozta, felnevelte. Nekem is azért kellett eljönni vándorolni, hogy a kisöcsémnek meglegyen a betevő falatja. A király úgy megörült, hogy az eszét is majdnem elvesztette a nagy örömtől. Kiadta a szolgáknak parancsba, hogy tizenkét lovas hintóba fogassanak, aztán induljanak rögtön a vándorlegény anyjához. El is mentek. Elvitték a fiúcskát a palotába, aki már nem is volt olyan kicsi, már legény számított. A fiú anyját is vitték magukkal. Mikor a palotába értek, azt mondja a király. No, édes, fiam, jó tett helyébe jót várj. Akarod-e a király kisasszonyt feleségül venni? Már hogy ne akarnám, felséges királyom, mikor a hajaszálát hosszú időn keresztül a kebelembe hortam. Tudom, édes fiam, a haja szálát a keberedben, őt meg a zsebedben. Adtál neki enni, inni, megsimogattad, megcsókolgattad. Látom a szeretetedet, ezért adom hozzád feleségül. Igen ám, de akkor már ott volt a királyfi is, aki őt saját testvérének tartotta. Ej, hey, ha édes bátyám, hát a testvér testvér ellen, hogy tehet? Azt mondja a fiú. Várjál, öcsém! Magad sem tudod, ki a testvéred! A királyfi elbátortalanodott. Hát, most már valóban magam sem tudom, de meg kell mondanom, hogy nekem igen tetszik a király kisasszony. Ekkor magához hívta az öreg királyné, s megmagyarázta neki. Édes fiam, neked a király kisasszony, édes testvéred, de ha már annyira szeretnél te is megházasodni, akkor segítek rajtad. Azzal lehajolt a királyné a földre, és rajzolt egy gyönyörűséges szép lánykát. Hát abban a pillanatban megelevenedett a rajz. Felugrott a gyönyörűséges szép király kisasszony. Akkor aztán megszólította a királyfit az öreg királyné. No, édes fiam, Akarod ezt a király kisasszonyt feleségül venni? Már hogy ne akarnám felséges királyanyám? Így aztán csaptak nagy kettős lakodalmat, de olyat, hogy a szegény asszony még most is a királyi palotában táncol, ha azóta el nem fáradt. A fiatalok meg még most is boldogan élnek, ha meg nem haltak. Ennyi volt, mese volt. Örömteli olvasás Varázsbetű www.varázsbetű.hu